A kormány megadta a lehetőséget, hogy az önkormányzatok a veszélyhelyzet végéig szabályozhatják az avarégetést. Üllőn 2 napot biztosítanak az avarégetésére. Április 16-án és május 21-én 9-től 21 óráig szélmentes, derült időben lesz mód a kerti hulladék elégetésére. Tavaly évvégén döntött a kormány arról, hogy január 1-től az avarégetés Magyarországon nem engedélyezett. Viszont ezt részben felülírta az a különleges járványhelyzet, ami van, és ezért lehetőséget biztosított a városoknak, hogy éves tekintetben 2 alkalommal, ez most április 16-a, illetve május 21-e, amikor reggel 9 órától este 9 óráig, emlékezetem szerint kifejezetten szélcsendes időben, kizárólag zöld hulladékot, tehát nem gumiabroncsot és nem különböző egészségre ártalmas tárgyakat lehet az avarégetés keretében égetni, hanem kifejezetten zöld hulladékot. Miért fontos az, hogy az avarnál csak avart égessenek, és ne legyen benne semmilyen más idegen tárgy? Azért, mert leginkább sajnálatosan az idegen tárgyak esetében olyan egészségre ártalmas anyagok is égetésre kerülnek, ami komolyan az egészségünkre negatív hatással van. Egyszer láttam a levegő munkacsoportnak egy erről szóló tanulmányát, és sokak hiedelmével ellentétben a zavarégetés, illetve a háztartási fűtések nem megfelelő megoldásai okozzák a legnagyobb problémát általában a légszennyezettség tekintetében, és nagyon sokszor kapunk, mint Környezetvédelmi Bizottság visszajelzéseket azzal kapcsolatban, hogy igen, bizonyos renitens polgárok mégiscsak különböző olyan anyagokat is égetnek, amiket nem lenne szabad. Lesz esetleg mód, lehetőség ezt ellenőrizni, hogy tényleg aki avart éget, az be is tartja a megfelelő szabályokat? Hát ez egy visszatérő kérdés és egy visszatérő probléma. És pont rátapított arra a dologra, ami alapján én szeretek egy pár gondolatot megjegyezni. Tehát megjelent az Üllőváros önkormányzat Facebook oldalán egy hír ezzel kapcsolatban, ami bejelentette ezt a 2 napos égetési lehetőséget. Ott tévesen jelent meg, hogy ezt a Környezetvédelmi Bizottság döntött erről. A különleges jogrend alatt csak a polgármester dönthet ezekben a kérdésekben, ő javasolta nekünk ezt, és ő kért meg minket, hogy kivételesen tudjuk-e ezt a dolgot támogatni. Bevallom, nehéz döntés volt, hogy ezzel kapcsolatban pozitív választ adjak, hogy legyen, hisz én akkor szeretem támogatni ezeket az alapvetően egészségkárosító lépéseket, hogyha látjuk azt, hogy a másik oldalon tesz a város olyan avarégetéssel szembeni alternatívákat, ami megoldást nyújthatna erre a problémára. Ilyen például, amit kértünk, hogy hulladékudvar létesítése, ahol a zöld hulladékokat el lehet szállítani, nem történt meg a mai napig. Ezért nagyon nehezen mondtam azt, hogy igen, nézzük meg, és most kivételesen ezzel a 2 napon reggeltől estig, de lehet az avart égetni. Tehát a kérés az egyértelmű a városvezetés, illetve a polgármester asszony felé, hogy találjuk meg végre azokat az alternatívákat, amiket javasolt a Környezetvédelmi Bizottság már tavaly ősszel, mert itt vagyunk idén áprilisban, és még mindig nem kerültek ezek az alternatívák bevezetésre, és a polgároknak meg szükségük van arra, hogy a felgyülemlett zöld hulladék legális módon, egészségre nem károsító módon kerüljön vagy elszállításra, vagy elégetésre. Az önkormányzat, illetve a Környezetvédelmi Bizottság mellett a közterület felügyelő és az egyes lakosok is sokat tehetnek a szabályok betartása érdekében. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a közterület felügyelőknek kellett bejelenteni ezt, és ők szálltak ki az adott címre, és kezdték meg az intézkedést. Nem tudom, mennyire tudják, Üllővárosában a közterület felügyelők száma igen alacsony, tulajdonképpen talán 1 fő, vagy maximum 2. Így ezeket a bejelentéseket a többletmunkájuk kapcsán én azt tapasztaltam, hogy igencsak háttérbe szorult. Amúgy is Üllővárosában a bírságolási gyakorlat az egy igen visszafogott módon van jelen, amit azért tudok elfogadni jelen pillanatban, mert mondom, nincs megfelelő alternatíva az avarégetésnek a megfelelő kiváltására. Abban a pillanatban, ahogy ez a alternatíva valóságá válik, én nagyon szeretném, hogy egy kommunikált próbaidőszakot követően, átmeneti időszakot követően, igenis jusson el az üzenet a polgárokhoz, hogy nem égetünk avart, mert annak akár anyagi következményei is lehetnek.
Szeretnénk felhívni a polgárok figyelmét arra, hogy ezen a két napon, tehát április 16 és május 21-én kiemelten figyelve a időjárási körülményekre, a megfelelő időjárási körülményekre, illetve a tűzvédelmi szabályok figyelembetartásával, hogy ezen a két napon végezzék el a varégetést.